Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a Dériné Kulturális Központban egy lakossági fórum. Gábor Spötle, terrorista szakértő, meghívott vendégünk, aki először látogatott el városunkban. Köszöntöm itt. Tükezés és okolom, és szeretettel köszöntöm én is a helyi tévének a nézőit. Pár évvel ezelőtt a terrorizmusról még azért nem nagyon beszélgettünk volna itt Karcagon, ma már sajnos egyre aktuálisabb ez a kérdés. Igen, sajnos egy európai problémáról van szó, illetve egy közel-keleti problémáról, egy vallási problémáról, ami ugye a migrációval együtt begyűrözött, és sajnos most már azt mondom, hogy szinte havi egy-két alkalommal hallunk terrorcselekményekről, vagy szerencsésen megkiúsított terrorcselekményekről, ugye, mint most például Berlinben, ahol a nagy erőkkel keresnek a rendőrök három terroristát, akik valamire készülnek, mivel az iszlám állam küldte őket, és ők is a migrációval kerültek be, ugyanúgy, hogy mondjuk a berlini merénylő, vagy az Ansbachi, vagy ugye akik Párizsban végrehajtották azt a szörnyű cselekményt a Bataclan nevű szórakozó hely ellen. Hazánk azért időben lépett a kerítésépítésekkel. Hogyan látja, lehetett volna picit hamarabb, vagy pont időben voltunk? Én azt mondom, pont időben. Ugye nem lehetett korábban, mert a nemzetközi nyomás nagyon nagy volt Magyarországra, különösen Németország meg Ausztria részéről. Ugye amikor megépült a kerítés nagyon helyesen, és tényleg volt olyan, hogy közel 10 000 ember jött át, és alul nullára lehetett csökkenteni a migránsoknak a számát. Rengeteg támadás érte az Európai Uniótól, az Európai Tanácstól, a szomszédos országoktól Magyarországot, és most nagyon érdekes módon, különösképpen Ausztria, hogy az osztrák külügyminiszter úrnak is az álláspontja az, hogy Magyarország nagyon jó időben és nagyon jól cselekedett, és igazából ez a követendő példa, mert sajnos még azt látjuk, hogy közel 2 évvel a nagy migrációs hullám után, hogy a legtöbb európai országnak, akik frontországok, mint Olaszország, mint Görögország, bizony nyitottak a határa, és ugye látom, hogy szegény olaszok is azzal küzdenek, hogy van olyan nap, hogy 6-8 000 migráns éri el az olasz partokat, nagy részt ugye Soros György segítségével, illetve az ő által finanszírozott NGO-k hajónak a segítségével. Hogyan látja most hazánk, mennyire van biztonságban éppen a kerítésnek és a megtett szigorításoknak köszönhetően? Hát ugye hála a kerítésnek, meg hála ugye a rendőri szerveknek és a titkosszolgálatok munkájának, azért Magyarország azt mondom jelen pillanatban az Európai Unió legbiztonságosabb országa. Ugye nincs egy olyan migrációs hátterű társadalmi réteg, aki a terroristákat segíteni, nincsenek radikalizálódott és gyökerüket vesztett fiatalok, mint mondjuk Belgiumban, Franciaországban, Németországban, hanem szerencsére egy egészséges, homogén társadalomról beszélhetünk, és amennyiben ez így is marad, akkor Magyarország továbbra is biztonságos lesz. Ugye soha nem kizárható, hogy valóban kívülről megpróbálnak emberek ártó szándékkal jönni, és mondjuk terrorcselekményeket itt megpróbálni végrehajtani. Ezt ugye nem tudjuk kizárni, de azért én bízom azért mind a rendőri szervekben, a TEC-be, a titkosszolgálatokba, hogy ezt meg fogják tudni akadályozni. Brüsszellel szemben eddig úgy néz, költségkeresen föl tudtunk lépni. Hogyan látja ezt a jövőt? Tehát sikerül ezt tovább vinnünk a saját akaratunkat, vagy valamilyen kompromisszumot kénytelenek leszünk majd kötni? Én bízom benne, hogy sikerül a magyar kormánynak. Azt látom, a magyar kormány nagyon eltökélt, és azért van ugye a nemzeti konzultáció is, ami egy hatalmas nagy bizalom a kormány részéről, hogy minden ember pártállástól függetlenül tudjon ebben a nagyon fontos kérdésben nyilatkozni, mert meg tudjuk akkor mutatni, ugyanúgy, mint egy népszavazásnál az Európai Uniónak, az Európai Tanácsnak és minden olyan országnak, amelyik azt mondja, hogy de igenis el kell osztani szinte korlátlan számban a migránsokat, akik érkeznek, hogy nem, mi ezt nem szeretnénk, mi a hazánk védelmében és a közös Európa védelmében meg szeretnénk azt gátolni, hogy nagy számban érkezzenek emberek ide, akik, mint látjuk, ugye mellékelt példákból integrálhatatlanok, és nagyon sok terrorista van köztük. Az átlagember mit tehet? Tehát azért a politikát tudjuk, hogy mit tesz az átlagember, mit tehet, hogyan védekezhet, vagy vannak esetleg olyan módok, amelyekkel esetleg nézőinknek is elmondaná, hogy mire figyeljenek esetleg külföldre utazáskor? Hát azt mondom, hogy külföldre utazáskor ezt mindenkinek ugye a szívére bízom, meg a saját belátására. Ha valaki mindenképpen mondjuk Egyiptomba szeretne menni, látni az ottani kultúrát, amit én is nagyon tisztelek, és rengeteg alkalommal jártam ott, meg járok oda, mint könnyű búvár. Tehát ezt én megteszem, mert nem szeretném, hogy az, hogy az életemet valamilyen módon a terroristákhoz igazítsam, de veszély az van ezekben az országokban, de mint láttuk, ugyanúgy van Párizsban is. Tehát én azt mondom, körültekintőnek lenni, kerülni nagy tömegeket, koncerteket, ha valaki mondjuk ellátogat Tunéziába, Egyiptomba, Marokkóba, akkor ha mondjuk egy bazárlátogatást szervez, azt mondjuk ne este 9 és 10 között, mikor a legnagyobb tömeg van, mikor esetleg terroristák lecsaphatnak, hanem inkább mondjuk a korai délutáni órákra igyekezzen.
lehessen időzíteni, és legyen körültekintő. Politikai védekezés pedig ugye mindenki töltse ki a nemzetközi konzultációs hívet, és lehetőség szerint ugye utasítsa el azt, hogy ide migránsokat telepítsenek be, és hát közelednek a választások 2018, tehát azt tudom mondani, ott pedig hajrá Fidesz, hajrá Magyarország, és akkor meg tudjuk védeni az országot. Köszönjük szépen! Én köszönöm a megtiszteltetést! Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével, mint az Estházigazdájával beszélgetünk. Mennyire fontosak ezek az ilyen konzultációk? De azt gondolom, hogy én nem szerettem volna azt, hogy olyan történelmi időszakban éljünk, amikor meg kell határozni akár az utánunk lévő generációk, gyermekeink, unokáink sorsát, és ez a migrációs probléma pont ilyen. És azért gondoltam, hogy egy olyan szakembert hívunk le ide Karcagra, amiket akár a televízióban, rádióban nagyon sokszor hallottunk. Georg Spötlének nagyon nagy gyakorlata van abban, hogy akár Afganisztántól a közel-keletig, Európáig mi a helyzet, ebből milyen következtetéseket kell levonni, és a nemzeti konzultációban is kérdéseket tettünk fel, a kormány kérdéseket tett fel ezekről a problémákról. Én azt gondolom, hogy az emberek kíváncsiak, várják a választ, megvan a véleményük is, és azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkozik el ezzel a problémával, és a nemzeti konzultációban pedig akár e-mailen kitöltött, vagy akár levélbe visszaköltött kérdőíveket el kell küldeni, hogy a kormányzat is, és akár Brüsszel is lássa azt a véleményt, hogy mi mit gondolunk ezekről a helyzetekről, akár a brüsszeli politikáról, akár a migrációs politikáról, akár a betelepítési kvótákról. Én azt látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés, az embereket érdekli ez a dolog, mert érzik a bőrükön, hogy a jövőjükről döntenek. És látszik az is, hogy tényleg vidékről is érkeznek idősebbek, fiatalok, tehát minden korosztály képviselteti itt magát. Igen, én azt látom, hogy érzékelik az emberek, hogy mi a valós probléma. Érzékelik azt, hogy mik az állproblémák, amiket próbálnak velük megetetni, mint a CEU ügy. Ez nem érdekli az embereket, ez a dolog. De a migráció kérdése, a bevándorlás, a betelepítés, azt pontosan tudják, hogy az ő életüket és az utódaik életét is befolyásolja, és azért vannak ilyen nagy számban érdeklődők innen Karcagról is, olyan emberek, akik igazából a közélet talán más problémái iránt nem érdeklődnek, de ez a dolog érdeklőket foglalkoztatja, és meg is van a véleményük róla. Azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon hosszú lesz ez a mai este, és biztos nagyon sokan fognak kérdezni a szakembertől. Így van, megbeszéltük a Georg Spötlével, hogy nagyon sok témát fog érinteni, de lesznek kérdések, írásban begyűjtött kérdések, és igyekszik mindenre válaszolni. Én nekem szerencsém volt előtte egy fél órát beszélgetni vele, olyan tapasztalt szakember, aki a Közel-Kelettől, Afganisztánon keresztül, Nyugat-Európán keresztül testközelből ismeri ezeket a dolgokat, szakember is, és azt gondolom, hogy ha valaki pontos, adekvált válaszokat tud adni ezekre a kérdésekre, akkor ő az. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!